Feljelentették a norvég pénzeket kezelő civileket a kehi vizsgálatok nyomán. Norvégia független vizsgálatot akar. Orbán Viktor szerint az internetadó bevezetése nem időszerű. A tiltakozások hatására visszakozott a miniszterelnök. Vendégeink Csepregi Nándor a miniszterelnökség helyettes államtitkára és Szigetvári Viktor az Együtt társelnöke. Jó estét kívánok! Önök a vasárnapi hírvitát látják. Ezt az adást péntek délután 3 órakor rögzítjük. Jó estét kívánok! Jó estét, jó estét! Vágjunk is a közepében. Ahogy olvasgattam a beszámolókat arról, hogy most a norvég civil alapokkal hogy állunk, nekem az volt a benyomásom, hogy tulajdonképpen nagyjából ott tartunk, majdnem azt mondtam, ahol a part szakadt, de hogy mintha néhány hónappal visszamentünk volna. Volt egy vizsgálat, amit most a norvégok nem fogadnak el, független vizsgálatot akarnak és leülnek tárgyalni. Ezt meg lehetett volna tenni az 5-3 vagy 4 hónappal is, nem? Hát illetve annyival beljebb vagyunk, hogy a norvégok korábban azt kérték, hogy a kehi vizsgálatot függesszük fel, és ezt követően hajlandóak leülni tárgyalni. Most véget ért a vizsgálat, korábban mondtuk, hogy ezt nem függesztjük fel, és Lázár miniszter úr meghívta az illetékes norvég minisztert Magyarországra, hogy tárgyaljanak. A norvég nagykövetasszony pedig azt közölte, hogy Norvégia lefolytat egy saját vizsgálatot, de arra vonatkozóan, hogy elfogadja a felkérést a norvég miniszter a tárgyalásra, még nem kaptunk, tudtam, a jövő héten fog megérkezni ez a levél. Akkor mi értelme volt ennek a kehi vizsgálatnak? A kehi vizsgálatnak az volt a célja, hogy azokat a vélelmeket, vagy gyanúkat igazolja, vagy cáfolja, amit 2012 óta a kormány tapasztal, a szabálytalan forrás felhasználása, döntő vagy döntésben résztvevő szervezetek és szervezők saját maguknak osztott pénzügyi gyakorlata, és azok a visszaélések, amit a kormányzati megfigyelők tapasztaltak az elmúlt 2 évben. A kehi lényegében ezt vizsgálta, és ez a vizsgálati dokumentum került átadásra a norvégoknak is. Sokkal csúnyabb dolgok derültek ki a kehi vizsgálat során, ezt lehet olvasni, mint amiről addig a médiában szó volt. Mik? Többek között az egyik ilyen, amikor visszaéltek azokkal a forrásokkal, amit a norvégok Magyarországra a civil szervezetek támogatására juttattak. Látható, hogy ezeknek a forrásoknak egy része politikai szervezetekhez, vagy politikai szervezetek szatellit szervezeteihez jutott el. Látható, hogy azok a döntéshozók, akik a forrásokat felügyelték és eldöntötték, lényegében nagyon sok esetben olyan szervezeteknek adták oda a pénzeket, akik érintettek voltak a döntéshozatalban is, illetve azt is látjuk, hogy nagyon sok esetben a bírálati szempontok, amelyek az egyedüli szempontjai lehettek volna, vagy lettek volna annak, hogy ki kap támogatást és ki nem kap, azt felülbírálták később, és nem szerint a szempontok alapján, hogy előre meghatározott elvek mentén osztották ki a pénzeket. Erre többek között a vizsgálat során kiderült, hogy vannak olyan dokumentumok, ahol a norvégok brüsszeli irodája is felhívja a magyar illetékes hatóságok figyelmét, pontosan az Ökotárs Alapítványét, hogy a norvég alap által finanszírozott országokból Magyarországon a legnagyobb az arány a bíráló bizottság alapján kialakult pontszámok és a tényleges támogatások között, tehát teljesen mindegy volt, hogy milyen támogatói döntést hoznak a szakmai értékeléseket követően, nem ezek a szervezetek kaptak forrásokat. Én önmagában azt, hogy a norvégok partnerként próbálnak beszélni Magyarországgal, azt nem ünnepelném meg, hiszen ők valószínűleg Myanmarral, illetve Észak-Koreával is ápolnak bilaterális kapcsolatokat. Kultúrnemzetről van szó, és ameddig Magyarország nem üzen hadat Norvégiának, nem tanácsolnám Orbán Viktornak, addig szerintem ők mindig párbeszédet fognak folytatni, és elmondják, hogy illegitimnek tartják ezt a vizsgálatot, a megállapításait vitatják, és mindig helyesen független vizsgálatot fognak követelni, hiszen én akkor lennék a legnagyobb mértékben meglepve, hogyha a kehi nem talált volna problémákat. Én korábban dolgoztam az államigazgatásban, és mindig meg lehetett különböztetni azokat a jelentéseket, ahol tisztességes szakemberek, legyenek bár ászvizsgálatot végzők, vagy kehi vizsgálatot végzők, találnak problémákat, partnerségben megpróbálják ezeket feloldani, hiszen ahol emberek dolgoznak, mindig elkövetődnek hibák, és én még azt sem állítom, hogy ne követődtek el hibák akár az Ökotárs környékén, de vannak politikai koncepcióra gyártott eljárások, a Fidesz vezetése alatt az ász szokott baloldali önkormányzatok ellen folytatni ilyet, meg hát ebben az ügyben is egy politikai koncepciót látunk megvalósítani. Én nagyon bízom benne, hogy egyébként, ha máshova nem ez a magyar bíróságokon, ki fog derülni, hogy ebben a magyar kormány hazudik, és remélem nemzetközi szerveknél is ki fog derülni, hogy ebben az ügyben a kehinek, hiszen igaza van a norvég félnek, ez nem magyar pénz, nem magyar költségvetési pénz, akárhányszor fogja az államtitkár úr elismételni, hogy ez magyar pénz, nem, ez nem magyar pénz, ebben nincs joga vizsgálódni. Innentől kezdve én egy dolgot kérek, hogy a magyar nemzeti érdeket próbáljuk megvédeni, hiszen ez a olyan kontextusban értelmeződik, amelyben a témát nem elterelve. Ott van Paks, ott van a déli áramlat, ott van rengeteg botrány, és nem tudunk olyan nemzetközi
megfigyelőit a magyar belpolitikának, Mihály Roth német minisztertől, akár Obama elnökig elmenve találni, aki ne tenné szóvá, hogy a magyar kormány koncepciózus eljárásokban civil szervezeteket vegzál. És ez történik, e tekintetben az, hogy a norvégok helyesen partnerségre törekednek egy partnerként nem viselkedő magyar kormánnyal, azt szerintem nem ünnepli. Bocsánat, szavát ne feledje, csak ugye itt a norvégok folyamatosan felügyelték ezeknek a pénzeknek a felhasználását, és ők nem emeltek szót ez ellen, és az egyik legfontosabb kérdés ebben az egész ügyben az volt, hogy a KEHI-nek van-e joga egyáltalán vizsgálni ezt a kérdést, és a norvégok most is azt mondják, hogy nem volt. Az államháztartási törvény úgy rendelkezik szó szerint, hogy a kormányzati ellenőrzési hivatalnak minden közpénz felhasználás vonatkozásában van jogosultsága, illetve olyan források tekintetében, amelyek nemzetközi szerződéseknek következtében érkeznek Magyarországra. A mi meglátásunk szerint ez a forrás, ez közpénz. Azért minősül közpénznek, mert amikor Norvégia nem EU tagként kötött egy megállapodást az Európai Unióval, hogy a közös piacnak az előnyeit élvezi, akkor azt mondta, hogy ezért cserébe részt vesz egyes Európai Uniós tagállamok, szám szerint 16 tagállam különböző típusú fejlesztéseiben. Erre írt alá egy szerződést 2012-ben a norvég, illetve a magyar kormány. Kiválasztásra került a civil alap tekintetében az Okotás Alapítvány a pénzeket kezelő szervezetként, és azt látjuk, hogy ott abban a szerződésben foglaltakat nem tartja be az Okotás Alapítvány. 2012-ben ezért először azt kértük a norvégoktól, hogy gondoljuk újra az Okotás Alapítványnak a kiválasztását, mert azt gondoljuk, hogy maga a kiválasztási eljárás nem volt szabályos. Majd eltelik két év, ahol a kormányzat részt vesz ezeken a bírálóbizottsági üléseknek egy részén megfigyelőként, nem lát nagyon sok dokumentumot, amiről döntések születnek, és ezeket a félelmeket igazolja a tendenciózus döntéseket, a belterjes forrásoknak az elosztását és a szabálytalanságokat. Többek között például olyan szabálytalanságot, hogy megkötnek egy támogatási szerződést, azt szól mondjuk 100 forintról, ebből 75 forintot adnak támogatásként, 25-öt be kell tenni önrészként. Az önrészt a pályázók nem teszik hozzá, egy forinttal sem csökkentik a támogatást. Ez a hűtlen kezelés. Az, hogy olyan cégektől fogadnak el számlákat elszámolásra, amely cégek a számla kiállítását megelőzően több mint két évvel megszűntek, ez ugyancsak felvett pénzügyi szabálytalanságokat. Annyit hadd érzek meg, bocsánatot kérek, hogy ez egy KEHI vélelem szerint hűtlen kezelés, ugye hát, korábban is, hát azt bízok a bíróságokra egyrészt, tehát van egy ilyen tényállás Magyarországon hűtlen kezeléssel, amióta Polt Péter őrzi az igazságot sajnos, azóta nagyon sok olyan embert is meggyanúsítottak, akikről a magyar bíróság már jogerősen derítettek, hogy nem hűtlen kezelést követett el, hanem vagy semmit, vagy más típusú tényállást. Az egészen biztos. Előbb minek minősíti azt esetet, amikor egy két éve megszűnt cégnek kiállítanak egy számlát, a cégnek a egy olyan cégnek, amikor kettőben megszűnt, és ezt zokszó nélkül elszámolja a támogatást. Tisztázzuk, hogy amikor, amikor volt egy korábbi vizsgálat, egy független auditor céget, nemzetközi könyvvizsgáló céget kért fel a pályázatokat lebonyolító szereplők mindegyik, és el is fogadták a vizsgálatnak az eredményeit, amennyire tudom, a Okotás vezetője nyilatkozott is, hogy voltak legitim megállapítások, azokat ők kijavították. Itt most nem arról beszélünk, hogy emberek tisztességes szándékkal, politikát egyébként elfogulatlanul, mert pártpolitikai befolyást bármennyire is próbálja a kormány, nem tudták rá bizonyítani ezekre a szereplőkre. Én ugyan nem LMP-s politikus vagyok, de az LMP nevében is ki kell kérnem azokat a inszinuáló ostoba gyanúsításokat, amelyek egyébként tisztességes célokra fordított pénzekben pártpolitikai összefüggéseket próbálnak láttatni. Ez a kormánynak módszere, én egyet látok. Ebben az ügyben független vizsgálatra szükség van. Én amit ebből a pályázati eljáráscsomagból meg tudok ítélni külső szereplőként, életemben nem találkoztam senkivel az Okotás részéről. Ha ő számukra a norvég fél vagy a megállapítás azt mondja, hogy itten hibák voltak elkövetve, akkor hát ha BTK-s, akkor nyilván elmennek a rendőrségre, ha meg nem BTK-s, nem bűncselekmény, csak adminisztratív hiba, ki fogják javítani, hiszen őnekik egy céljuk van. A magyar civil társadalom a norvég fél célkijelölése alapján jusson forrásokhoz, és önt hallottam néhány nappal ezelőtt nyilatkozni, amikor azt mondta, hogy az is ezzel a probléma, és ez szerintem ez az alapvető probléma, hogy a magyar kormány ezt sugallja, ön ezt nyilatkozza, hogy a norvég alapból költött pénzeket nem jó célra költik el. Ebben a magyar félnek nincs joga vélemény nyilvánítani. Ez a norvégok pénze, ez a norvégok céljait szolgálja. Annyi rengeteg felülete van a magyar kormánynak örködni a korrupció felett, annyi forrása van, amelyet a saját szándékai szerint a Nemzeti Civil Alapprogram utódjától kezdve, akár uniós és egyéb forrásokig, foglalkozon ott a tisztességgel, a korrupciómentességgel, és foglalkozon azzal, hogy egyébként a saját szakpolitikai prioritása szerint mire akar költeni. Bocsánat, leegyszerűsítése a dolognak, de gyakorlatilag nem arról van szó, hogy ugye a civileknek vitájuk van a kormánnyal, viszont ezt a KEHI vizsgálja, amelyik hát enyhén szóval nem nevezhető, a kormánytól független. A KEHI azt vizsgálja,
hogy a kormány köt egy szerződést 2012-ben a norvégokkal. Ebben a szerződésben vannak vállalások és kötelezettségek. Mit vállaltunk mi, és milyen kötelezettséget vállaltak a norvégok? És ez szerint a szerződés szerint használják fel a közpénzeket. De két dologra szeretnék visszautalni. Az egyik az LMP, és hoztam magammal egy konkrét idézetet csak azért, hogy nehogy tévedjek. Ezek konkrét jegyzőkönyvek, amelyek a KEHI által kerültek lefoglalásra, és tartalmazza az a jelentésüket, ami a KEHI-nek a honlapja megtalálható. Többek között ezt mondja egy bíráló bizottság ülésén Móra Veronika. A sajtó megismételte azokat az állításokat, mely szerint az alapban dolgozó személyeknek köze van az LMP-hez. Ezek igazak, mondja Móra Veronika. Igen, nem én mondom, ezt Móra Veronika. Indexen megjelent ez a cikk, és világosan benne van, hogy ez egy szelektált idézet, Egyetem. Hiszen az idézetben előtte elhangzik, hogy nekik már nincs közük az LMP-hez, és az pedig ma Magyarországon 2014-15-ben nem bűn, hogyha valaki egy más pártban valamikor most dolgozott. Mondom, ez benne lenne, van most sem mondom, hogy bűn lenne, de akkor nézzünk tovább. Ha a LIFE, Liberális Fiatalok Egyesülete kiverte a biztosítékot, ez is ki fogja verni. Gulyás Marci, zárójelben Krétakörnek a vezetője, egyértelműen politikai szereplő készül, nem biztos, hogy megmarad civil kezdeményezésnek, nincs ezzel baj. De hogy a szakmai értékelésekről beszéljük, egy másik idézet, az FMU, ez a brüsszeli irodája. Nem, bocsánat, de mi a probléma? Én Gulyás Márton életemben nem találkoztam, nagyon sajnáltam és felháborítónak tartottam, amikor a DK tüntetésén, ahol baloldali célokért Pásztor Albert ügyében ő felszólalt, próbálták azt mondani, hogy a mi nevünkbe ment oda, semmi közünk nincsen hozzá. Én tiszteltem és sajnáltam azért, hogy kapott pofont, és az teljesen elfogadhatatlan volt. Benne. Viszont ebben az ügyben az, hogy egy tisztességes pályázat lebonyolító a józanész szabályai szerint azt mondja, hogy itt van egy ember, aki egyébként politikai pályára is készül, egyébként még nem látjuk, hogy mennyire akar politikus lenni Gulyás Márton, az egyébként teljesen normális, hogy elhangzik. Ebből nem következik, hogy ők politikai célokra adnak pénzt, most akár éppen a pénzt. Egy olyan tüntetés, amit a kormány egy tagja ellen szerveznek konkrétan, az mi, hogyha nem politikai. Nem azzal van probléma, hogyha össztársadalmi problémákra hívják fel a figyelmet. Azzal van probléma, hogyha tendenciózusan egy politikai érdekkörhöz kapcsolódóan. Tehát a TÖF is tüntet a kormány érdekében és a Fidesz érdekében, az a probléma. Azt gondolom, hogy nem az a probléma, hogy a civilek bármilyen értékrend alapján működnek. Az a probléma, hogyha ezt úgy finanszírozzák, amely forrásokat 80 ezer civil szervezet kapna Magyarországon, ehelyett pedig ténylegesen azt látjuk, a norvégokra, hogy 13... bízzuk a norvégokra, az ő pénzük, bocsánat, a magyar... De hogyha civil... az ő pénzük, akkor miért a magyar kormány a másik oldalon az aláíró fél, és miért kéne a magyar kormánynak azt csukott szemmel tűrnie, amit a norvégok is nehezményeznek, amikor azt mondják Brüsszelből, hogy a magyar civil programban a legnagyobb a bíráló bizottságok általi kiszórása magas pontszámú pályázatoknak. Beszélgetni kéne szerintem alelnök társával, Szerényi Zsuzsával, aki ugyancsak értékelője, gondolom pártpolitikától semlegesen az Okotás Alapítvány által mentorált programoknak, hogy ő neki mi a véleménye arról, hogy ő hoz egy szakmai értékelést, majd ezt a szakmai értékelést teljesen figyelmen kívül hagyják, és hoznak egy teljesen más támogatói döntést. Vagy hogy még egy utolsó... magát védeni, ez egy mondatot egy mondja, utolsó, egy hogy utolsó ő, ha valakinek az elmúlt 20 évben civil szervezeti múltja van, uniós civil szervezetekben, nemzetközi civil szervezetekben, választási megfigyeléstől egyéb civil fejlesztési ügyekig, az ő úgy lett politikus, hogy ezt hozta a politikába, hiszen ő civil fejlesztéssel foglalkozott világszerte. Én nekem pont az a kérdésem, hogy ezt hogy tudja legitimálni ő, hogy hoz egy szakmai értékelést, amely alapján nem hoznak döntéseket, ez csak alibízik ahhoz, hogy annak az a norvég félre. És még egy utolsó, idézetet engedjenek meg, hogy mennyire volt belterjes. Ugyancsak egy belső dokumentum, amely elérhető a KEHI-n keresztül, és ezt egy sajtóbeszélgetés hátterében a KEHI át is adta a sajtónak. A Zöld Pók pályázott alapítója, Egyetemes Létezés Természetvédelmi Egyesület klubja. Képviselője Móra Veronika elnök, tehát az a hölgy, aki az Ökotárs Alapítványnak is a vezetője. Kérdés. Szerinted összeférhetetlen az alapítói szervezet elnökségi posztja a mostani norvégos szerepeddel? Neccesnek tűnik nekem az alapítói státuszod miatt. Majd végül kap támogatást, ugye ez a szervezet. Én ültem pályázati döntéshozó testületekben, hogyha a pályázati feltételek nem zárják ki azt, hogy induljon ilyen szereplő, akkor rendszerint SMS-ben vagy belső szabályzatokban pont ilyen kérdésfeltevések után a felek úgy szokták eldönteni, és érdemes hiánytalanul megismertetni. Úgy szokott lenni, hogy ő maga akkor tartózkodik, akkor esetleg olyan napi rendet terjeszt elő, amelyet nem ő terjeszt elő, és nem szavaz. Ez teljesen normálisan, hogyha nem törvényellenes, vagy a belső szabályzatokkal nem ellentétes. Ezek tipikusan politikai inszinuációk. A szerződésben benne van, hogy nem lehet összeférhetetlenség a támogatók és a támogatottak között, a támogatói konzorcium tagjai nem lehetnek támogatottak a másik oldalon, itt pedig itt az ékes bizonyíték annak, hogy voltak ilyen esetek. De még egyszer mondom, a norvég fél, mivel Norvégia egy valamivel jobban funkcionáló állam, mint a magyar köztársaság, vagy most már Magyarországnak illik mondani, de nem fogom, mindenesetre a magyar köztársaságnál jobban funkcionál Norvégia, bízzuk a norvég félre, és higgy el, ahogy a korábbi jelentésben is, ha megállapítást tett egy független könyvvizsgáló cég, amelynek nem volt politikai megrendelése,
és adminisztratív problémákat látott, ki fogják javítani, vagy hogyha nem, akkor nyilván megszakítják az ökotársal mi az nem tehetünk mást kétharmados felhatalmazással, mint a teljes magyar társadalmat, mind a 10 millió embert képviselni. Arra kérem, ez hogy a kormányzati ez a kommunikációs forrásokat is ugyanígy, az autópályaépítési pénzeket is ugyanígy, amikor a önök barátja Simicska úr, Orbán úrral itt próbál harcolni, hogy éppen ki lopjon, meg ki nem lopjon. Azt tudom önnek mondani, hogy azokat a pénzeket szerintem jobban kellene vizsgálni, mint egyébként ezekhez az összegekhez képest, tized akkora, század akkora összegeket, amelyek egyébként, ha adminisztratív hibák voltak, eddig is kijavították, ha büntetőjogi, amiről nem tudunk, biztos feljelentést tettek volna, és még egyszer, ehhez a magyar kormánynak nincs köze, mert nem az ő dolga. Akkor igen. A magyar kormány miért van ott aláíróként ebben a szerződésben? Tehát a magyar kormány, amikor aláírt egy szerződést, nem képvisel, hogy ne legyen köze hozzá. A szerződés arról szól, hogy Norvégia azért, mert például a magyar piacon megjelenhetnek a termékeikkel, 4 milliárd forintnyi fejlesztési forrást juttat a magyar civil szektornak. Ezt a civil szektornak szóló támogatást 11 néhány szervezet átmegy bármilyen állami szerven ez a pénz? Nem az a kérdés. Az a kérdés, ez nemzetközi nem az szerződés. A kérdés. Azért, mert ez egy nemzetközi szerződés szerint érkezik Magyarországra. Bárki vitatja, hogy a NAV vizsgálhatja ezeket a pénzeket? Senki nem vitatja, hiszen Magyarországon adóznak. Azt gondolom, hogy nagyon érdekes ez a mentalitás, hogy amikor a kormányon mindig a transzparenciát kérik számon, olyan így szervezeti van, működésben, ami arra vonatkozik, hogy közpénzeket... Ez egy szelektív transzparenciát követelése a kormánytól. Simicska Lajosra kérdezem, miért nem követelik a transzparenciát? Nyerges Zsolt lopásai kapcsán, Paks 2 kapcsán, miért nem látunk dokumentumok állnak a rendelkezésére? Én ezt itt is felajánlottam minden vitapartneremnek, hogy én leszek az első, aki megteszi a szükséges. Az egész rendszer úgy van összerakva, hogy Pólt Péter kimossa a fideszeseket. A magyar rendőrség Rogán Antal ellen semmi vizsgálatot nem folytat. A vagyonvizsgálatának az adatait nem tudjuk megismerni. 2010-ig dolgozott a kormányzatnak. Én azt kérem, hogy az addig, bocsánat, akkor 2009-ig addig működési gyakorlatot, a napi működési részét ne vetítse át a mostani kormányzatra. Én azt tudom önnek mondani, hogy annak idején, én ugye arra emlékszem, bár nem voltam már kormánytisztviselő, hogy Hagyó Miklóst és egyébként akkori gyanúsított társait, azt a bajnai kormány idején vitte el az ügyészség, illetve vitték előzetes letartóztatásba. Azt tudom önnek mondani, hogy ma a Fidesz rendszere arra van felépítve, arra van ez az egész hálózat felépítve, hogy ellenzéki politikusokat. Egyébként, ha bűnt követtek el, akkor vigyék el és büntessék meg, de sokszor ártatlan embereket hurcolnak meg, és egyébként a magyar állam szervei ártatlan szereplőket inszinuálnak, és közben egyébként mondjuk akár a Rogán Antal, akár mások elleni eljárásokban mindent megtesz a magyar rendőrségnek bizonyos része, mert nem minden rendőr korrupt, nem minden rendőr árulja el a köztársaságot, de mégis ebben a Fidesz keze benne van. És önnek is azt tudom mondani, a szelektív transzparenciára törekvés az nem transzparenciára törekvés, mert önök ott törekszenek transzparenciára, önök hibásan egyébként, politikai ellenfelet azonosítanak be, márpedig az ökotársalapítvány a magyar nemzeti érdek szerint csinálja. A köztörvényes bűncselekmény gyanúja az nem politikai kategória. Tegyenek feljelentés és meglátjuk. Van itt egy alapvető kérdés, ami bár elméleti, de szerintem fontos. Civilek politizálhatnak? Hogy ne politizálhatnak? Ezzel semmilyen probléma nincs senkinek. Miből, az a kérdés, miből politizálnak a civilek? Azokból a forrásokból, amit a működésükre kapnak. De honnan ezt, kapják ezt? Az indiferens, hogy honnan kapják. Az, hát az nem a lényeg. Feltétlenül hát indiferens. Ön például kaphatják, tőlem kapja kaphatják, a pénzt kaphatják arra, hogy politizáljon. Kaphatják az államtól. Én kitől kapom arra, hogy én, mint civil, politizáljak? Nem az a kérdés. Az a kérdés, hogy van egy élő szerződés köztünk és Norvégia között. Ebben a szerződésben feketén-fehéren le van írva, hogy pártpolitikai tevékenységre nem fordítható. Ennyi az ügy. De nem is fordították. Hát kampányt láttunk belőle? Bocsánat, képviselő, itt egy mellettünk lévő stúdióban pont Gulyás Márton volt az, aki elismerte azt, hogy ebből a pénzből szerveztek kormányzati tüntetéseket. De nem pártpolitikai. Gulyás Márton milyen pártnak a tagja? Én őt tényleg életemben nem találkoztam vele, megvédi önmagát, de én nem tudom róla, hogy párttag lenne. Én azt tudom mondani, hogy kötötték a például egyébként az Együtt PM Szövetséghez. Én büszke vagyok arra, hogy egyébként abban az ügyben hozzánk kötötték, bár még egyszer életemben nem találkoztam, mert ő egy helyes ügy mellett állt ki akkor. Vannak dolgai a kétakörnek, amelyel én nem is feltétlenül értek egyet, de alapvetően az a baloldali polgári értékrend, amelyet ő képvisel, számomra szimpatikus. A ennek politikát és a pártpolitikát különböztessük meg. Indult választáson, nem indult választáson. Jelölt állító szervezetet beegyeztetett? Nem egyeztetett be. Kap állami támogatást az ő szervezete, mint magyar párt, akár parlamenten kívüli párt vagy társadalmi szervezet? Nem kap. Gulyás Márton megvédi önmagát, de azt tudom önnek mondani, hogy az én értékelésem szerint ő nem pártpolitikus Magyarországon, és az, hogy egyébként civilként nem tetszik neki a kormány viselkedése, egy külföldi szervezet mondjuk támogatna egy atomerőműépítés ellenes civil szervezetet, és odaláncolná magát a Paks 2 beruházás kapujhoz, akkor az egy nagyon helyes cselekedet volna, hogyha ők ezzel egyetértenek. Egyetértek önnek. Én csak azt mondom, de ön akkor azt mondaná, hogyha Gulyás Márton állott, akkor ő pártpolitizál. Én azt mondtam, hogy pártpolitikai célokra használják fel. De Gulyás Márton nem pártpolitizál. Értem, azt mondom, hogy pártpolitikai célokra. De ő nem pártpolitizál. Értem, én azt mondtam, hogy pártpolitikai célokra. Nézd meg azt, hogy a tüntetést, amikor a székházára tartottak,
azon a tüntetésen mi történt. Nem az a probléma, hogy bárki bármilyen kritikát megfogalmaz a kormánnyal szemben. Az a probléma, hogyha a civil szektor számára érkező pénzeket 13 szervezet úgy használja fel, hogy a másik 80 ezeret kizárja a hozzáférés lehetőségéből is. Majtényi elnök úr nem vádolható túlzottan kormányközeliséggel. Az elmúlt idő, múlt héten nyilatkozott a Klubrádiónak, ugyancsak az Ökotárs Alapítvány tendenciózus pénzosztási gyakorlata miatt. Ha azt gondolom, a kormányzati oldalon is megfogalmazod a kritikát, majd ezt a baloldal is megfogalmazza, akkor ezt lehet, hogy érdemes lenne. Azért egy pillanat rájuk meg egy mondatot, elnézést, azért Majtén látszott, akit én nagyon sokra tartok, nem csak mint volt adatvédelmi ombudsman, hanem mint a magyar jogállamért és a magyar köztársaság reparálásáért küzdő értelmiségét. Hogy az ő egyébként nyugodtan elmondható kritikus véleménye, mert neki személyesen van egy olyan véleménye, hogy itt nem megfelelő arányban részesültek különböző szereplők, és én még őt mivel tisztelem, még el is fogadom, hogy igaza van, ne keverjük már a magyar állami szervek által adószám felfüggesztésig abszurdan elvitt, egyébként büntetőjogi fenyegetéssel sújtott, egy kehítől megrendelt politikai koncepció szerinti eljárásban. Majtényi úr a véleményét mondta el, és biztos vagyok benne, hogy ő azt is el fogja mondani, ha valamivel egyetért, és egyébként mindig ezt el fogja teszi, mondani, ha valamivel érdekes, nem egyetért. Érdekes, hogy a másik oldalon. De nem Majtényivel igazolja a kormány azt a politikai lejáratást, amit az Ökotársa szemben csinál. Érdekes mondom, hogy nagyon érdekes, hogy nem csak az önök által feltételezetten meghatározott indítatású személyek döntenek úgy arra, vagy gondolják azt, hogy itt szabálytalanságok történnek, hanem mindenki, aki nincs benne, államtitkár úr, rossz hírem van. Nekem van olyan barátom, aki pályázott tőlem teljesen függetlenül, teljesen társadalmi céllal, csak tudtam, mert együtt dolgoztunk egyetlen egy szakaszában. Ő is mondta azt, hogy szerinte picit rossz a struktúrája az elosztásnak. Hány olyan ember van Budapesten és ebben az országban, akinek van véleménye az Ökotárs pénzosztásáról, benne akár Majtényi úrral? Érdekes az a relativizálás, amit önök folytatnak. Először azt mondták, hogy semmi gond nincs. Most már elkezdik ismerni, hogy talán van semmi, soha nem mondtam azt, hogy semmi gond nincs. Én nem tudom, hogy van-e gond, egyet tudom. Nem ugyanaz, hogyha a magyar kormány a saját szerveivel politikai lejárat szereplőket, és még egyszer mondom, ott volt a korábbi vizsgálat. Hogyha megállapításokat tettek, az a norvég fék felelősség, és kikényszerítették. Az előző pályázati időszakra vonatkozott. A korábbi, a jelenlegi pályázati időszakra senki semmilyen vizsgálatot nem folytatott. Lett volna, hát biztos elvégzik. A norvégek figyelnek a saját pénzükre. Két éven keresztül mégse történt semmi. Hát szerintem ne aggódjon a norvég adófizetők pénzéért. A norvég kormány figyel a norvég adófizető pénzére, jobb lenne a magyar kormány a magyar adófizető magyar pénzére figyel. Közpénznek minősül, akkor is, hogyha önöknek erről más a véleménye. Azt mondom, itt most nem fogjuk mi ebben ezt eldönteni. Térjünk át a másik témára, mert ott nem egy, vagy kettő, vagy néhány civil, hanem több tízezer civil fejezte ki a véleményét a kormány tevékenységével kapcsolatban. Orbán Viktor szerint az internetadó bevezetése nem időszerű. A tiltakozások hatására visszakozott a miniszterelnök. Ugye Orbán Viktor olyat mondott ma, amit értelmezni kell. Hogyan értelmezik most? Visszakozott, nem visszakozott, visszavonták, visszavonta, vagy elhalasztották, vagy mi történt? Keresni kell azt, akkor én szerintem az Orbán miniszterelnök úr előre menekül, hiszen ő most nem azt mondta, hogy nem lesz soha Magyarországon internetadó, hanem egy elhibázott szakpolitikai javaslat, egy teljesen szabadságkorlátozó kormányzati szándék nagyon komoly tüntetéssel szembesült. Orbán Viktor nem azt mondta, hogy soha nem lesz Magyarországon internetadó, hanem egy továbbra is a magyar versenyképességet és a magyar a szociális piacgazdaságot szétverő módon arról beszél, hogy majd lehet, hogy lesz egy nemzeti konzultáció után, majd biztos ilyen hamisított levelekkel a kormány legitimálja az adóbevezetési szándékot, hiszen már sok minden ilyet láttunk. Egy biztos. Én ma nem tudom, hogy lesz-e internetadó, egyet tudok, hogy az Orbán Viktor jól tette, hogy ezt most elhalasztotta, mert 25 milliárd forintért értelmetlen lett volna ezt az egyébként szabadságkorlátozó, a 21. század közművét korlátozó intézkedést bevezetni. Az én véleményem szerint képviselőnek talán kicsit nagyobb önmérsékletet kéne tanúsítani három olyan elvesztett választást követően, ahol a társadalomnak nem hogy egy meghatározható részét, hanem egy elenyésző részét sem tudta maguk mellé állítani. Figyelj, én erről kritikusan szoktam beszélni önmagam szerepéről is, de ezt most az internetadóval nem hozzuk össze. Azt gondolom, hogy itt tegyünk tisztába dolgokat. Magyarország az Európai Unió belül közép-kelet-európai régió országai közül az egyetlen, aki 2018-ra kitűzte, hogy az összes magyar háztartásba szélesávú internet elérést fogunk biztosítani. Nem arról beszéltünk, és ezt értem, hogy tendenciósan mindenki internetadó felé tolta el, arról beszéltünk, hogy a telekommunikációs szektornak miként kell kivennie ebből a részét. A Fidesz korábbi terveiben, amit miniszterelnök úr ma reggel visszavont, és amire egy konzultációt fog indítani a kormányzat január elejétől, az szerepelt,
hogy a szolgáltatók, a telekommunikációs szolgáltatóknak miként kell kivenniük a részeiket ezekből a fejlesztésből, és ezért a náluk lévő előfizetésekre vetítve mekkora adóterhet kell fizetniük. Most azt akarja mondani gyakorlatilag, hogy ez a több tízezer ember, aki kint volt vasárnap, meg kedden, az tulajdonképpen félreértette ezt az egészet? Én azt akarom mondani, hogy a kormányzati tervek nagyon világosak ebben a kérdésben. 2018-ig az összes háztartásba el szeretnénk juttatni a szélesebb internetlefedettséget. Ez egy mintegy 180 milliárd forintos program. A Közép-Kelet-Európai Régió uniós tagállamai közül egyetlen egy sincs, aki ilyen vállalást tett volna magára. És valóban történt egy kommunikációs hiba, amiből fakadóan azt gondoljuk, hogy ezt a lépést meg kellett hozni, és egy konzultációval kell ezt a kérdést bocsájtani. Én nem gondolom, hogy ebben az ügyben több lenne, azért azt mindenképpen önkritikusan végig kéne gondolni, hogy a kormányzattal szemben tüntettek az önök kormányzata alatt is. Azonban Magyarországon először fordul elő, amikor felszólítják a baloldali pártokat, hogy jelenlétükkel ne rontsák az összképét az ilyen típusú tüntetéseknek, talán kicsit nagyobb önmérséklettel kellene ezt követően megszólalni ebben a kérdésben. Ennél olyan önmérsékletet gyakoroltam, hogy próbálta a Fidesz propaganda gépezete az én adófizetői pénzemből, meg mindannyiunk adófizetői pénzéből mi ránk tolni, inszinuálva mondjuk Rózsa Milánt és más kollégákat, hogy ez egy teljesen civil szervezésű tüntetés volt. Kollégáim közül, meg szimpatizánsaim közül biztos sokan vettek részt, de rossz hírem van, államtitkár úr, részt vettek ott olyanok is, akik még akár két hete is a Fideszhez szavaztak, csak ezt az adót, amely a szabadságnak a modern közművét kívánta korlátozni, ezt elutasították, és most azt lehet mondani, egy 180 milliárd forintos uniós projektet támogat. Egyébként korábban is volt erre kitűzött cél, szerintem ez egy teljesen rendben levő dolog. Erről jó a véleményem, mi azt javasoljuk, hogy ezt minél gyorsabban csinálják meg, és egyébként szerintem különböző nemzetközi példákat használva, eredet javaslatot Szabó Tíme, a társelnök társam, hogy ebben akár egy minimum csomagot, nyilván nem a korlátlan torrentezésnek a lehetőségét, de akár ingyen is biztosíthatna az állam, mert ez szabadságjogi kérdés, sok ezer milliárdos mérleg főszegű magyar költségvetésben a magyar GDP, az éves GDP 0,1%-ánál is kevesebb összeg, 25 milliárd forintot terjesztett be a tegnap beterjesztett, csütörtökön beterjesztett költségvetésben a kormány, ilyen összeget, azt tudom önnek mondani, hogy két nagyobb állami vállalattól osztalékelvonással, egy tized adó jóváírással, bármi módosítással meg lehet tenni, de most nagyon merészet mondok. A stadionépítési program korlátozott vitelével, még azt sem mondom, hogy állítsák le, mert ez a szíve csücske az Orbán Viktornak. Én nem értek vele egyet. Bocsánat, abból ezt meg lehet tenni. Ez az adó. Államtitkár úr, 160 milliárd forint. Vagyon értékesítésben állami vagyonelemeket hozunk létre. Azért ezt a kérdésnek, tehát a stadionépítési program mögött lévő finanszírozási terület az azoknak az állami ingatlanoknak az értékesítéséből származik, tehát egy állami értéket eladunk, és egy másik állami értéket hozunk létre. Én részletem már költségvetési alkotásom, ezt nem kell erről megtanítani. Egyet tudjon, 160 milliárd forint a magyar internet szolgáltató cégeknek Magyarországon 160 milliárd forint volt az összárbevétele. Ezekre a cégekre vetett volna ki a kormány 25 milliárd forintos adóterhet. Nem a profitjáról beszélek, az árbevételéről úgy, hogyha egyébként ma őszintén beszél a kormány bármely szereplője, iparági szereplővel, akkor már a kivetett telekomadó és a kábel jellegű közműadó miatt Magyarország számos részén, pont amiről ön beszél, a vidéki területeken a profitábilis telekom szolgáltatóknak ki kell vennünk a földből a kábelt, mert a kábelnek a puszta léte veszteséget termel. Igen, a kormánynak nem a verseny kellene korlátoznia. Ebben az esetben nem a szolgáltatók azok, akik saját forrásból ezt a fejlesztést megvalósítják, hanem nagyon jelentős közpénzek, mint egy 180 milliárd forint kerül ebbe az összegbe. De szerintem ezt partnerségben a vállalatokkal meg lehetne tenni. Az a baj, hogy Orbán Viktor nem érti a modern kapitalizmust, a modern versenyt, adót kíván behajtani, azt hazudja sajnos a miniszterelnök úr, hogy ezek extra profitot hajtanak ezek a cégek. Miniszterelnök úr vezetésével három választást mert meg egy pár. Ez önmagában nem igazol semmi. Én azt gondolom, hogy ez nagyon sok mindent igazol. Az internet adót igazolja azt, hogy a kormány nyert választást. Azt igazolja, hogy a kormányzat igenis érti a folyamatokat, amiket értelmények kell, és a magyar gazdasági növekedési számok is azt igazolják, hogy ezt egyre több független szám is bizonyítja. Uraim, gyakorlatilag lejárt az időnk, hogy a tüntetők azt mondta, kategorikus nemet mondtak az internetadó bármilyen formájára. Orbán Viktor meg azt mondta most, hogy január közepétől indul egy nemzeti konzultáció ebben a témában. Miről szeretnének konzultálni?
arról kell konzultálni az állampolgárokkal, hogy ha ezeket a közműveket fel szeretnénk építeni, ennek a finanszírozási oldala hogyan álljon össze. Én egyet garantálok az Együttpm képviselő, hogy eddig is mindent megtesznek a kimódosítása érdekében, de ha kell a parlament folyosóin adnak tanácsot a kormánynak, hogy ezt az egyébként költségvetésileg apró tételt, 25 milliárd forintnyi önrész honnan lehet megteremteni, mert rengeteg zegzúga van a kormányzat. Minden segítséget alázattal megköszönöm. Uraim, köszönöm szépen, hogy vállalták a szereplést. Önöknek köszönöm a figyelmet, viszontlátásra. Viszontlátásra.